Az előző felvezető szövegem végén pontatlanul fogalmaztam, rosszul idéztem Illyés Gyulát. A történelmi drámában egyesülő két kor természetesen az, amelyről szólnak, és amelyhez szólnak. Az előbb látott Kegyencnek, a mondani valója pedig Illyés Gyula egy későbbi írása szerint, most pontosan idézem, az, hogy minden időkben a szolga szüli a tirannuszt. Vagyis az abszolút monarchának a feltétele az abszolút szolga. A darab a szolga felelősségének a felvetése. Hasonló kérdéseket vet föl a kiváló erdélyi költő, prózaíró, esszéista, s nem utolsó sorban drámaíró Székely János 1972-ben az erdélyi Igaz Szóban megjelent, de Romániában bemutathatatlan, 1978-ban a Gyulai Várszínházban viszont már nagy sikerrel szerepelt Kaligula helytartója című darabja. Székely Jánost minden műfajban, így a drámában is az egyes ember létkérdései foglalkoztatták, mondom ezt a monográfusaként is, az ember által képviselt eszmék és erkölcs lehetőségei az emberellenes világban, a mindenkori hatalom szorításában. Nem véletlen, hogy rokonítottam a Kegyencet és a Kaligula helytartóját, hiszen Székely János ismerte Illyés darabját, egy 1969-es esszéjében többek között így írt róla. Maximus magatartásában Illyés is azt vizsgálja, hogy mennyit tűr el az ember, meddig mehet el a hatalom, és iszonyú, apokaliptikusan megrendítő válasza mindvégig elmehet. Nincs mértéke és határa, bármit megtehet. Azt, ami valószínű, és ami már valószínűtlen, azt is. Bármit megtehet, mindvégig elmehet, de csak konformizmussal. Mert valahol a még oly rejtett nonkonformizmuson varázslata megtörik. Esetleg csak bent a lelkekben törik meg, de ha túl messzire megy, kint a világban is. A három évvel később megjelent saját drámájában pedig már Barakiás, a jeruzsálemi templom főpapja mondja, Kaligula helytartójának, Petróniusnak. A hatalom természetes, végső határa az a pont, ameddig az alattvaló hűsége kitart. Ha nincs ilyen pont, méltóságát veszti az ember élet, szégyen lesz leélni. A darabban átélhető, többszörösen megcsavart filozófikus vitáknak a tétje, ugyanakkor egy nemzet léte. Barakiás még a római helytartó számára is meggyőzően állítja, a zsidók nemzeti azonosságtudatukat, lelki-szellemi integritásukat vesztenék azzal el, ha hagynák, hogy Kaligula parancsára Petronius bevigye a templomba a császár szobrát, s ezért a végsőkig elmennek az erőszakmentes ellenállásban. Hát jöjjön inkább a nemzethalál. Petronius, a császár hűséges alattvalója, a birodalmi eszme öntudatos képviselője, fokozatosan a zsidó ügyszövetségesévé válik. Ez azért történhet meg, mert kezdettől a racionális megfontolások híve, mert hatalmi helyzete ellenére gondolkodó emberként, erkölcsi lényként viselkedik, aki nem legyőzni, hanem meggyőzni akarja a másikat. Petronius nem akarja, hogy megromoljon az álma. Ezért, ahogy nem vállalhatja fel egy nép elpusztításának bűnét, úgy a Kaligulával való nyílt szembefordulást, a polgárháború kirobbantásának a felelősségét sem. Végül nem választ a valóság kínálta rossz alternatívák közül, Barakiás segítségével inkább feltalálja a nem cselekvő, a tétlen hatalmat, a parancsot sem hajtja végre, de nyíltan meg sem tagadja. Erkölcsi helytállása századokon átívelően példamutató lehet, a hősi végzettől azonban a mű epilógusa megfosztja. Addig küzdöttem Kaligula ellen, míg Kaligula lettem magam is. Mondja ki a kegyetlen ítéletet önmagára Petronius, és felmentést valóban nem kaphat a zsarnokká válás önvádja alól, még ha segédtisztjei valóban el is játszottak az árulás lehetőségével, és egymásra vallottak. Ezzel a mozzanattal a mű egészének üzenete már túlmutat a morális helytállás szükségességén. A totális hatalom szorításában, a zsarnoki hatalom körkörös viszonyrendszerében mindenki a hatalom függvénye. Mindenki szem a láncban, ahogy Illyés fogalmazott híres versében.
Az epilógus és az alattvalói tévutakra mentséget még a túlélésben sem találó utolsó mondatok a kilátástalan helyzet tudatosításával Székely egyik legnyugtalanítóbb drámai befejezését teremtik meg. S a mű egésze így az én értelmezésemben azt a paradoxont sugallja, hogy a zsarnokságban nem lehet etikus módon élni, de ez senki számára nem adhat felmentést az alól. A darab utolsó jeleneteit fogjuk látni, és epilógusát. Utána befejezésként felidézzük még Vörös Sándor a kétfejű fenevadjának záró monológiát, abban a reményben is, hogy ez jó összegezése lesz mai esténknek. Talán az is én voltam Lucius, aki elsírta nekünk, hogy milyen nehéz egyszerre hűségesnek lenni Petronius-hoz és Cézárhoz is. Vagy azelőtte nem hencegted nekem, hogy amíg felvisz a csúcsra, vele tartasz, aztán levetted, mint egy koszos inget. Vagyis téged, uram? Uram, az istenekre és az életemre esküszöm, hogy mindezt ő tette! Nem! Gondold meg, Lucius, az csak ugyan te mondtad, hogy nehéz. De hiszen éppen őt, éppen sejtelmeimet próbáltam ezzel menteni. Nehéz helytartó. Hát nyilván följelentett, aztán kihasználva, hogy ő volt jelen, mikor mindez kipattant, s hogy én barbár vagyok, akinek úgysem hisztek mindent rámtól. Nehéz, uram, nehéz. Hát képzelhető, hogy én legyek az, aki lerázom gazdámat, midőn felvitt a csúcsra, hát van nekem lehetőségem, hogy nagyobb legyek, mint általad vagyok? Valóban nincs. Mit tartasz, Décius? Mindkettőt pajtás, mindkettőt, de gyorsan. Hogy melyik volt a bűnös, nem tudom, és ezután se tudnok kinyomozni, tehát mindkettőt. Igazad lehet. Uram, sohasem árultalak el. Nem árultalak el soha, uram. Melyiketeknek higgyek, emberek? Én nekem most az ország, a magam, a világ, sőt, az emberi beszéd becsületének érdekében rögtön meg kell öletnem egyikőtöket. De melyiket? Légy emberséges, Próbusz. Tisztelt Uram, én ártatlan vagyok. Lucius, gondold meg magad. Sohasem vétettem ellened, Uram. Mondom mindkettőt. Különben megéred, hogy az ártatlan vész oda és a bűnös megél, mert szebben hazudik. Csak hogy én mindkettőt szerettem, és egyik ártatlan. Miért pusztítsam el? Kínos, igaz, de lásd be, hogy muszáj. Harmadszor mondom, most nem Próbusz és Lucius között kell választanod. Csak abban, hogy egy bűnös is megúszza, vagy rámenjen egy ártatlan is. A választás felmérve, hogy mi forog kockán, nem túlzottan nehéz. Nem túl nehéz. Hát mondd meg, mi lehet nehezebb ennél? Elpusztítani egy ártatlant, nehogy a másik is megúszza. Mi lehet ennél embertelenebb? Jól van, tudom, az életem függ tőle. De miért éljek én? Miért ne? Ő!
Mert ha rám így veled együtt, rámegy az ártatlan is, aki miatt a bűnöst megkímélted, és egy helyet már is kettő vész oda, és harmadiknak én is így tovább. Jól van. Legyen. De meg kell, hogy mondjam, sohasem volt még nehezebb a szívem. Segédtisztjeim árulók voltak. Intézkedjetek, hogy ne éljék túl. Vigyétek őket el! Nem árultalak el, uram. Soha. Uram, sohasem árultalak el. Istenek! Miért nem látok beléjük? Kérlek, Lucius, Próbusz, az Isten szerelmére kérlek, ha ártatlan vagy, bocsáss meg nekem! Na hát, egészen belém hal a szó, Décius, ha belegondolok, hogy élő ember úgy tudhat hazudni, mint ezek közül egyik. Nem csoda, pajtás, az életüket védi. Mire való az emberi beszéd? Arra, hogy leírja, megidézze, s egyszer, mint kimondja a való világot? Vagy sokkal inkább arra, hogy egy más, hamis világot teremtsen szavakból. Ez az, ami elrémít, Décius. Nyilván erre is, arra is való, de most már ne búsulj. Csak a szobrot kell bevinned, és minden rendbe jön. Még egy-két ilyen gaztett árán talán a bőröm is megmenthetem. Rettenetes ez, rettenetes. Nem nekem való, Décius. Ki tudja, hányszor fogom még megálmodni őket. Jönnek. Kérlek, beszélj te velük. Engem túl közel engedtek magukhoz sem, hogy ne kelljen engednem nekik. Hívtál, úr. Ti meg siettetek. Mint akik jó hírt jönnek hallani. Ám bár, ahogy az arcotokra nézek, talán mégsem épp olyan jó. Úgy bizony. Baj! Van, zsidó! Urunk, császárunk, minden szépen kigondolt közös számításunk. Agrippa minden ajándéka és közbenjárása ellenére is úgy látta jónak, hogy ne vonja vissza, sőt, felújítsa előző parancsát. Amitől félünk, bekövetkezik. Oda veszett a gomb is, a kabát is. Most már megkérlek, viselkedjetek méltányosan, hisz láthattátok, mindent megtettünk, ami elképzelhető. Sőt, azt is, ami nem. Tehát a tárgyra. Megelőzvén a háborút, amelyben nektek van vesztenivalótok, felszólítunk benneteket, vigyétek be a szobrot a templomba. Ha formálisan is, ha dugva is, csak épp, hogy bent legyen. Ha nem viszitek be, majd mi bevisszük. Ne kényszerítsetek rá. Uram, mit mondjak? Éppen másfél éve, hogy ezt a tisztességes, emberséges és okos beszédet először csodálhattuk tisztes helytartunk ajkain. Én akkor megmagyaráztam neki, miért lehetetlen, amit kíván, s úgy tűnt megérti. Mit mondhatnék újat, nem tudom. Talán csak ennyit, ne kíméljetek. Egész nyugodtan öljetek halomra. Olyan világot értünk meg, uram, hogy az csak a gazember éli túl. És aki túléli, úgyis, mint gazember. Hát, jöjjön inkább a nemzethalál. Bár, Barakiás. Bár csak. Valamit még mondanék. Te kimutattad nékem, hogy császár kultuszunk látszat megoldás. Így hát muszájom, oktalan. Én akkor nem akartam a végsőket vitatni, a fontosáról hallgattam. Miért? Tapintatból, hogy meg ne sértsenek. És mi az? Hogy a te lehetetlened még oktalanabb, mint az én muszájom. Megállj, uram. Mert hallod-e, zsidó? Mert hallod-e? Egy premisszád hamis.
Te egész beszéded arra építetted, hogy van egy örök, igaz úr, aki nektek zsidóknak ilyen meg ilyen feltételekkel, ilyen meg ilyen jövőt ígért. Csak hogy ez nem igaz. Aztán nálam is sokkal jobban tudod, hogy nincs ilyen Isten. Hogy nincsen uram? Nincsen zsidó. Csak hitetekben él. Csak bennetek van, idekint sehol. Mondjuk ki most, a végső szorultság perceiben, mondjuk ki valahára, hogy nincs. Hogy nincs. Úgy nincs, mint Jupiter. Úgy sincs, hogy az egész Pantheon nincs. Minden további következtetés, mely rája épít, látszat és csalás. A templom, ahol ő lakik, üres. Bármit be lehet abba vinni, bármit! És marad mi volt? Egy lakatlan terem a lakatlan égbolt alatt. Ó, Isten! Lehetetlened oktalan. És kérlek, e szerint szíts békét vagy háborút. Tisztelt Uram, te arra kényszerítesz, hogy a legvégső titkokról beszéljek. Hát jó. Meg lehet, hogy ő másút sehol, csak a tudatunkban él. Isten mi az? Egy szó. Vallás mi az? Aféle belső nyelvezet. Aféle képes beszéd, kifejezési mód. Mondom, lehet, hogy voltaképpen nincsen, de amit jelent, az igenis van. Tudod, mit jelent? A népet, amely kimunkálta őt. Tudod, miért olyan, amilyen? Mivel ilyen a nép is, amely létrehozta. Tudod, ki ő? A nép akarata és nem szűnő reménye, hogy megmaradjon. És önmaga maradjon. Ezért a templom, ahol ő lakik, a nép szellemi lakhelye. Aki idegen Istent vinne be, a népet lakoltatná ki önmagából. Nincsen? Épp úgy van ő, ahogy van öntudat. De hát, uram, te mindezt nálam is jobban tudod. És csak azért tagadod le, hogy szépszerével ellenállás nélkül foglalhassd el a templomot. Igaz. Igaz, zsidó. Meggyőztél. Érveid hatalmasak. És védhetetlenek. Isten az ember önarcképe. Így van. Éppen ezért a szobrot nem viszem be. És éppen ezért rögtön kivonom Júdeából a légióimat is. Hála Istennek. Ember! Mit teszel? Hagyd, Décius! És te magad neveztél embernek most ebben a pillanatban is. Hát mondd meg, miféle Isten arc modellje lehetünk, ha hitványságok árán vásároljuk meg puszta életünket? Elképzeled? Induljunk, Lucius! Próbusz, gyerünk! Uram, az Istenét ne szólítsd őket nevükön, halottak! Igen, emlékszem. Hagyjatok magamra. Tisztelt Uram, hogy vigasztaljalak meg most, amikor már olyan nagyra nőttél, amilyennek tán én sem hittelek? Mert ide hallgass, mit tettél. Először képes voltál a mások igazát a magadé fölé helyezni, és ezzel megmenteni egy népet. Utána vállaltad volna a biztos halált is egy olyan ügyért, amelyet nekünk illett volna kockára tenni a hatalmunkat. De egyikünk sem merte. Hízelek csak. Nem hízelgek, uram. Mindezt te tetted. Miért múlt idő? Petronius helytartó élete csak most került veszélybe, igazán? Nem baj. Legalább szépül valamicskét a rómaiak Isten arca, nem baj. Harmadszor. Föltártad nekünk a legnagyobbat és legtitkosabbat. Most, amikor körös körül a föld melő rabság, erőszak, félelem, s megtébolyult az emberi szabadság, s magába mar az emberi erő,
s nyakunkra növekvő hatalommal legfőbb javunk lett legfőbb szégyenünk. Uram, te csendben őrölted magad, és feltaláltad a tétlen hatalmat. Ezt nem értem. A tétlen micsoda? A nem cselekvő hatalmat, uram. Az egyetlen jogost és menthetőt. Mert megmarad saját körében, és nem sajátítja ki teljes életünket. Ez mentette meg, uram, a világot, valahányszor minden veszve volt. És ez menti meg, ha újra veszve lesz. Uram, én csak egy vén zsidó vagyok. Mégis megkérlek most, hogy távozol, s minden bizonyára utoljára látlak. Megkérlek, mondom, tűrd el, hogy azért, amit tettél és nem tettél közöttünk, köszönetképpen megöleljelek. Áldott légy most és mindörökké. Nincs igazad, tisztelt uram, ahol embernek van ember fölött hatalma, ott éppen, hogy a leghatalmasabb és a legalantasabb szabad. A kiszolgált és a kiszolgáltatott, a kényszerítő, csak itt kényszerít. A kényszerítgetés egészen bonyolult apparátusában alulról, fels, felülről, alá. Mindenki szolga. A legrangosabb is, sőt, annál szolgább, minél rangosabb. A szolga rangja, szolgasága rangja. Nagyon sok mindent tudsz, de megbocsáss, én ezt jobban tudom. Nézd csak, már megint Décius. Na mi az, megtett örökös nyilvános követnek? Na, csücsülj le, pajtás! Mesélj, kérlek! Úgy örülök! El sem tudod képzelni, mennyire magányos lettem. Ha nem akarom, hogy teljesen megsüketüljön a lelkem, kénytelen vagyok magamban beszélni. Petronius, a császár! Veled küldi a parancsot, hogy jöjjen meg magam. Tudom, fel vagyok készülve rá. A császár! Tudom, Décius, tudom! Na, miért vagy barátom úgy megilletődve? A parancsot, amit te hozol, nem Cézár küldi, én szabtam magamra. Tudva, szabadon döntöttem így. Gondolj csak el, ő ma azt teszi, amire tegnap én kényszerítettem. Fránya dolog az emberi szabadság. Épp akkor szenved csorbát, amikor tökéletesnek hiszi magát, nem különös? Petronius a császár! Írásban küldi, hogy halott vagyok. Pedig képzeld meg, mindig rajtam áll, hogy összevonjam légióimat. Skardom hegyével hosszan elmutassak Róma felé. Csak persze nem teszem. Rájöttem, hogy a szabad és helyes választások mindig kárunkra vannak. Elég volt, pajtás, elég volt. Legyen vége már. Petronius! A császár jobb hüvelyke lefele bökött. Mire odafönt egy génius szintén a föld felé fordította a fáklyát. Na, ugyebár tanultam én egykor poétikát is. Énye, uram, hát miért nem engedett, hogy végigmondjam? Igaz, a parancs nálam van. De előbb még azt akartam elmondani, a császár halott! Halott? Bizony. Hogy halott? Megölték! Ki ölte meg? Saját testőrei szitává szurkálták, takonnyá taposták! Itt Janniában ért utol a hír. Borzalmas. Hiszen mindig tudtam én, hogy az őrültek sem halhatatlanok, de most... Most szinte borzadok. Szinte csalódást érzek, Décius! Ne mondd.
annyira hozzá lehet szokni a pusztulás gondolatához, hogy már is hiányzik. Annyira. Gondolj csak el! Végig élek itt egy tragikus, feszült történetet, amelyből egyetlen kiutam maradt, a vállalom a vértanú halál. És én vállalom! S hosszú hetekig abban a boldog tudatban élek, hogy hősi végzet adatott nekem. És egyszer az egész felfordulás szerencsés véget ér. Hát mondd, nem teljesen hülyeség ez? A kedvetlen a szemembe röhögik, tedd meg nyugodtan, nem veszem zokon. Mit mondasz, uram, dehogy röhögök? A feltett szándék azonos a tettel. Még a hálát is bezsebeltem érte. Te mentetted meg őket, senki más. Uram, be kell lássuk, hogy a gyűlölet épp oly ocsmány és erőszakos, hogyha jót tesz, vagy mintha jó. Búsulsz, hogy nem mentél rá. Mi tanúid azonban örülünk, hogy a kevéske túlélő között a te szerény és tiszta életed is megmaradt a jövőre. Kovásznak. Ezért ne sírj. Van más okod rá. Beszélj. Képzel, kiderült, hogy azt a feljelentést, azt a bizonyost nem Próbusz írta, de még csak Lucius sem. Hanem ki? Saját segédtisztjeim. Kétségbe ejt, ez hogy kiderült? Mihegy bűnösnek minősültél, már is jelentkeztek jutalmukért. Nem ők? Nem Próbusz és nem Lucius, hanem más? Tisztelt Uram! Én ártatlan vagyok. Sosem vétettem ellened, Uram! Ugye így mondták? Két kedves, becsületes fiú! Két ártatlan lélek, amely csak reményeimben élhet a világon, s én, bűnös állat, megölettem őket! Ez ám, Uram, a különös bukás! Addig küzdöttem Caligula ellen, míg Caligula lettem magam is. Testvér, megint túlzásba esve! Mondd, hol itt a túlzás, Décius! Megölettem két igazat, csak mert érdekemben, hatalmamban állt! Nem úgy, Uram, a látszat ellenük szól, se látszatot maguk gerjesztették, egymást vádolták. Te csak hittél nekik, s megvédted magad. Látod, Uram, ez olyan érv, amelyre egy bíróság talán felmentene. De itt bent ismerek egy bírót, aki nem hagyja bezsantni magát. Ne búsulj. Hagyd el, Petronius, hagyd el, barátom. Ezután is jönnek őrültek és őrült helyzetek. Sosem lesz úgy, hogy ránk ne kényszerítsék latorságuk a latrok, tébolyuk a tébolyultak. Mert egy nyomorult faj sajnos mindenre kényszeríthető. De gondold meg, mentség is a kényszer, míg van főnököd, van mentséged is. Ha igaz, amit mondasz, Décius, az alattvalók egyetlen valódi mentsége az, hogy túlélik a császárt. Nem gondolod, hogy ez egy ember élet tartalmának te mégiscsak kevés? Vád ez, barátom, nem pedig vigasz. Mert voltaképpen csak is ott van szükség mentségre, ahol nincs mentség. Evelink a fegyvere a szösz háborúban. Ihol a komédia vége. És bárki szeretné, hogy értelme is legyen, de vajon van-e? És miféle? Hát én tudjam. Mióta a Kantinos Franciskától agylotyogást szereztem, értelmem nékem sincsen. Várjanak, még nem fejeztem be. Azt hiszem, itt mindannyian jóindulatú embereket láttunk, és mégis mennyi rémséget követtek el. Miért? Mert kényszeríti őket a kötelesség,
az együvé tartozás, a becsület, a hivatal, meg annyi más. Tán engemet sem tartanak gonosztevőnek, legalábbis reményelni merészelem. Pedig hadjárataim során számos férfiú, nő, kisded esik áldozatul. Ez idő percenetben én vagyok a diadalmas hős, s mint polifón kórust vezénylem hadseregem. Mikor történelmet kötögetek, vér a fonál, és könnycsepp a cifrázat. Mindenki egyformán ember! Mindenki dolgozzék a maga mestersége szerint, aztán azt tesz, amit akar a tisztességes békességen bévül. Még ne! A kutyafáját! Hová sietnek? 5000 éve világtörténelmet játszunk. Garázdálkodunk, húzzuk, s nyúzzuk a népeket, s a területeket, mint ebek a condrát. A história oly kétfejű fenevad, amely ha tojásokat rak, egyik csőrével anyai hevet lehelre álljok, a másikkal megvagdalja, összetöri. Le a világtörténelemmel! Le a fújtogató állelkölcsel! A fogolytáborra hasonlatos álbékével! A rettegő álhatalommal! Le a politikával! A diplomáciával! A paktumokkal! Amelyeket az uradalmak a lakosság ellen kóholnak! Én a harcos. Ezennel ennen magam ellen szólok. A háborgó történelmi korszakok után immár a történelmi utáni békés idő nyíljék. Nyithatjátok. Jé, még mindig így állnak.